Tudja-e ön, hogy ki volt Grubi Dávid? Orvos, a bakteriológia és a mikroszkópikus fényképezés tudományának megteremtője. A hagyomány szerint 14 éves volt, amikor elhagyta a szülői falut egy almával, egy karé kenyérrel és 50 krajcárral a zsebében. A pesti piaristáknál végezte a középiskolát, majd beiratkozott a Budapesti Tudomány Egyetemre. Később a Bécsi Egyetem orvoskarán folytatta tanulmányait. Hogy addig is megéljen, könyvelőként dolgozott és gazdag gyerekeket tanított. Bécsben 1839-ben avatták orvosdoktorrá és szemészmesterré. 1840-ben jelent meg első tudományos műve latin nyelven, a kóros elváltozások mikroszkópos megfigyelése címen. Ez egyúttal a legelső magyar munka, amely mikroszkópi vizsgálattal foglalkozik. A mikroszkóp által egy olyan világ tárult elé, amely tele volt titkokkal, kérdésekkel, és amelyre addig senki nem tudott választ adni. Egyre intenzívebben szeretné e világot felfedezni. Az egyetemen közölték vele, hogy zsidó származása miatt nincs lehetősége, hogy feljebb kerülhessen az egyetemi ranglétrán. Ezért elhagyva Bécset, a franciaországi Alfóri Állatorvosi Főiskolán folytatta tovább kísérleteit. Saját szerkesztésű mikroszkópjával neki sikerült először a világon mikroszkópikus szövettani fotográfiákat készíteni. Vizsgálataival a véglények elismert szakértője lett. A kóroktani irány kezdeményezője volt, olyan betegségek kórokozóját fedezte fel, amelyről addig senki nem tudott. Ő fedezte fel, hogy néhány hajszál és bőrbetegséget mikroszkopikus gombák okoznak. Ő fedezte fel, hogy mitől ered a csecsemők szájpenésze, és mit kell ellene tennie az anyáknak. Grubi számos felfedezése mellett megtalálta a halált hozó álomkór kórokozóját is, de 5 évig kellett várnia, amíg mások is bizonyíthatták eredményét. A sebészet terén is eredményes. Műtéteknél saját készítésű altatógéppel adagolja az étert, a kloroformot. Betiltja a fertőzéseket okozó tépések használatát. 1856-ban a párizsi Montmartre-on állította fel laboratóriumát, ahol a természeti jelenségek és a betegségek közti összefüggés vizsgálata céljából meteorológiai és csillagvizsgáló intézetet hozott létre. Ő vezette be az orvos-meteorológia fogalmát és annak jelentőségét. Az obszervatórium havi közlönyt is megjelentetett. Szabad idejében asztalos és műszerész szerszámokkal új készülékeket épít kutatásaihoz. A házában természettudományi múzeumot rendez be. Élete második felében gyakorló orvosként tevékenykedett Párizsban. Csodadoktornak hívják. Olyan világhírességek házi orvosaként és barátjaként, mint Heine, Chopin, George Sand, Balzac, a Dumas-fivérek, Liszt, Munkácsi, Zichy Mihály és sokan mások. Gyakran hívták harmadik Napóleon udvarába, és Angliában is ismert volt. Orvosi hitvallása szerint csak ritkán szabad beavatkozni az emberi szervezet működésébe. Az orvosnak a természetet kell segítenie, nem pedig akadályozni, vagy vegyi gyógyszerekkel mérgezni azt. Az 1870-71-es német-francia háború idején megszervezi a francia Vöröskeresztet, amelynek alapítója. 40 ágyas mobil, fűthető hadikórházat és ambulanciát rendezett be önerőből, ahol egymaga látta el a sebesülteket. Ő volt az első, aki sebesült szállító kocsik, a korabeli mentőkocsik kifejlesztésével foglalkozott. Az 1889-es párizsi világkiállításon mobil kórházáért később fődíjat kapott. Saját pénzén szervezte meg a Párizsban élő magyar munkások és kisiparosok biztosítási szervezetét, a ma is működő, kölcsönösen segélyező magyar egyletet. 80 éves volt, amikor 1890-ben megkapta a francia becsületrend lovagkeresztjét. 1898-ban magányosan halt meg Párizsi otthonában.